Sziasztok! Na hát, amint láttátok a címből is, a mostani heti vlogban Berlinbe látogatunk el, pontosabban már itt vagyunk, tegnap este érkeztünk. Szóval érdemben ma van az első napunk is, így minden, nem mondom, hogy minden percét, de minden izgalmas dolgot vagy érdekességet a várossal kapcsolatban szeretnék most veletek megosztani. Egyébként a kis csapatunkat mindjárt nem tudom, hogy kik vannak itt, de csak lányok vagyunk, és Soma szokás szerint. És közösen szálltunk meg egyébként egy Airbnb-ben, és az utunknak a legfőbb oka egy együttműködés, amiről majd elmondom, hogy mi is pontosan, meg mi lesz az egyik napi programunk, ami fix, de alapvetően kicsikét meghosszabbítottuk az utunkat, hogy jobban kielveztessük és megismerhessük ezt a várost, úgyhogy végül ezért leszünk itt 5 napot. Na, ja, egyébként itt még maszkot kell hordani, és nem is mindegy, hogy miért nem lehet szövet maszk, azzal nem engednek be senkit sehova. Na, egyébként a DM-ben vagyunk, és be kell vallanunk, hogy emiatt jöttünk Németországba. Pamela Reif, szeletek és granolák, és minden jó. Amit már mutattam a római blogban, ugye ezt itt ilyen szeleteket kaptam a szülinapomra. És aki esetleg nem követni, egyébként ő ugye egy olyan youtuber, akinek edzős videói vannak nagyon régóta, már évek óta. Őre szoktunk edzeni, és a termékeit meg lehet rendelni haza is online, csak általában a kiszállításnak a díja az kb. Még egyszer annyi, mint maga a terméknek az ára. Szóval ezért most itt be fogunk tárazni, és azon gondolkozom, amúgy, hogy valamelyikből ezek közül akár még nyereményjátékba is viszek majd haza, hogy egyik őtök kipróbálhassa. Tényleg kváncsi. Meg amúgy nagyon jó. Hogy nincs benne egy ez amúgy a tökéletes snack abból a szempontból, hogy nem édes, nagyon magyarós. Ez, amit próbáltunk most, ez a fahéjas, magyarós, crunchy kis granola szeretek. Majd mi megkóstoljuk a másikat, amit én vettem, és akkor a jobbikat hozom valamelyikötöknek haza. És Instagramon lesz nyereményjáték, most már összeraktam a fejemben. Szóval Instagramon mindenképpen kövessetek, hogyha szeretnétek majd valamikor megnyerni. Szóval el akartam nektek mesélni, hogy én már voltam egyébként egyszer Berlinben, nagyjából 3 vagy 4 évvel ezelőtt már, kicsit lejjebb veszem a fényt. Na és a csatornán láthattok is róla egy videót, amiben Pannival, a Tezenisszel együtt mentünk el fotózni Berlinbe. Az egy konkrét vlog volt az egész talán 3 napunkról, ami felkerült, és egyébként az az esemény, az csak arról szólt, hogy fotóztunk reggeltől estig, este fotókat szerkesztettünk, le kellett őket időben adni, és egy nevezetességet, egy múzeumot nem láttunk, de még csak kajálni sem volt időnk nagyon egy olyan tipikus német helyen, vagy egy általunk választott helyen. Szóval ezért vagyok most annyira nagyon lelkes és izgatott, hogy újra Berlinben lehetek. A DDR múzeumba csak esztivel mentem, mivel a többiek itt már jártak pár évvel ezelőtt. A múzeum interaktív, közvetlenül megtapasztalható módon mutatja be az egykori kommunista állam lakóinak életét. 3 részre oszlik, az első a mindennapi életet mutatja be, a második az államot és ideológiáját, a harmadik pedig egy korabeli panelházi stílusban berendezett lakást. Volt berendezve egy akkori óvoda is, a falon a gyerekek napirendje volt olvasható. Ez azért volt fontos helyszíne az államnak, mert a gyerekeket már kiskorukban a szocialista értékekre nevelték. Ismerteti az NDK idején használt tárgyakat, kitér olyanokra is, mint az irodalom, zene, média, politika, kultúra, egyenlőség, család, divat vagy akár nyaralás. Ez a mi van a fiókomban a rovat. Megtekinthettünk tehát ugye egy berendezett panellakást is, amelyben szintén interaktív módon tapasztalhattuk meg az akkori életet. Na,
Szóval a múzeum nagyon tetszett nekünk, és eszembe jutott, hogy otthon egyébként ennek a magyar megfelelője valamennyire, az talán Szentendrén a Retro Múzeum lehet, ugyanis ott is van konkrétan berendezve olyan kis szoba, különböző játékok, tárgyak összegyűjtve meg minden, amik hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy talán ilyen 50-es, 60-as évekből valóak pont otthon is, most ebben nem vagyok biztos, de erről is van egy vlog a csatornán. Egyébként pont most kezdett el elég esni az eső, itt a múzeum szigeten vagyunk. Már nem akarunk most több múzeumba bemenni, csak a Dómra voltunk kíváncsiak itt szemben, meg alapvetően a múzeumokra, úgyhogy most viszont, hogy annyira esik, gyorsan inkább fogjuk magunkat és kicsit tető alá megyünk. Na, mi haza is értünk, 7:30 van is, mivel nem ebédeltünk, bár amúgy is ez már vacsi idő lenne. Szóval íme a vacsoránk, beszaladtunk egy szupermarketbe, és ez egy ilyen táj, vegán, rizses, akármi. A tiéd melyik, a csilis babos történet? Úgyhogy ilyen egy tál ételek voltak, most gyorsan megmelegítettük őket, és ezt fogjuk megvacsizni. Na és egyébként a többiek már úton vannak ide, ők is éppen amúgy egy boltban vannak, hogy mindenki vegyen magának vacsorát. Úgyhogy valószínűleg majd Hidi vlogjában látjátok, hogy az ő délutánjuk amúgy hogyan sikeredett. De jó, szóval most mindenkivel itt fogunk találkozni, és akkor kicsit átöltözni melegebb tucba, és elmegyünk egy buliba, amit az egyik ismerősöm által találtunk, és az ismerősöm segített megvenni a jegyeket. Aki pedig segített nekem, az konkrétan az egyik granadai barátom, akivel egy épületben laktunk, argentin egyébként, és az Erasmus után ide költözött Berlinbe, szóval most már másfél éve él itt, ami hihetetlen, mert azóta nem is láttuk egymást, szóval ma végre vele is fogunk találkozni. És még egy olyan dolgot akartam elmesélni amúgy a német nyelvvel kapcsolatban, hogy Esztivel mind a ketten tanultunk németet, meg C1-es nyelvvizsgával is rendelkezünk, amivel én 5 éve nem kezdtem semmit, és nem is beszéltem a nyelvet, úgyhogy a tudásom, halljátok, az a békaseggé alatt van tényleg. Nagy nehezen el tudom makogni, hogy egy milyen kávét kérek, vagy hogy nem kérek zacskót a boltba, de hogy brutális az, hogy amikor idegen nyelven akarok megszólalni, akkor csak spanyolul ugrik be minden. De próbálkozom, most rájöttem, hogy ez az 5 nap, ez pont jó lesz arra, hogy a németet így még többet így olvassak a városban, meg a szövegeket, meg mindent, és kicsit így visszahozzam, mert amúgy jó érzés az mind a kettőnknek, hogy ahogyan egyre több szó szembe jön, rájössz, hogy ezt már ismerted, szóval könnyebb újra tanulni. De hihetetlen, hogy egy nyelvet hogyan lehet felejteni, hogy azt nem használja az ember. Buli! Mi ez? Miért csinálom mindig ezt? Mit? Nem tudom, hogy kell inni. Hogy fogod meg? Tegnap, amikor megérkeztünk a buliba, az volt még a jegy csekkolása előtt az első dolog, amit csináltak, hogy a kameránknak az első és a hátulsó részét leragasztották egy matricával. Szóval ez egy nagyon-nagyon kis titkos bulihely volt. Egyébként egy kert volt, és az emberő volt egy ilyen kis, egy ilyen elhagyatott épületben kialakítva mondjuk szobák vagy nagyobb terek, ahol technózene szólt. Én egyébként nagyon ritkán éltem, talán 2-szer voltam technóbuliban, én nagyon nem szeretem a technót, és nem érzem úgy, hogy arra így lépegetni tudnék. Viszont amúgy Berlin egyébként ugye a technóról is híres, meg így, hogy ott volt a régen látott ismerősöm, és akkor vele tudtam ugye beszélgetni csomót, meg alapvetően így mindannyian el voltunk, tényleg így egy-két italt ittunk előtte, és ki sem kell emelnem szerintem, nehogy valakiben félreértésesség, hogy így nem fogyasztunk soha semmi olyan dolgot, ami a jó érzésünkre rásegíteni. Szóval nem kell semmi ilyesmire gondolni. Szimplán így az, hogy együtt vagyunk, hogy kimozdulunk, hogy zene szól, és egyébként mindenki ugye be volt oltva ott a buliban, szóval az, hogy végre ezt így élvezhettük együtt, ez így teljesen elegendő volt ahhoz, hogy ellegyünk. Szóval ott voltunk jó pár órát, és amikor hazaértünk, ki is döltünk, és ma reggel 10-kor keltünk fel, szóval nagyon későn indult a mai nap, mert utána még ugye elkészültünk, lefürödtünk, egy fürdőnk van egyébként 6 emberre, szóval egy kicsit a reggel az ezért szokott mindig elcsúszni. És ma egyébként Tamara is becsatlakozott hozzánk, ugyanis még el sem mondtam, hogy miért vagyunk itt, de ő is ugyanazt a meghívót kapta meg, mint mi, úgyhogy ezt majd kicsit később kifejtem, és mivel ő ma reggel érkezett ide, ezért a mai napot velünk tölti, szóval reggeli per ebéd, délután 12:30 egy vegán vietnámi helyen volt, arról láthatatok ugye felvételeket, és most pedig egy kiállításra fogunk menni.
híres neves parti fülke, amiben megy a zene. Nem tudom, hallatszódik-e. A füst is jön ki belőle, úgyhogy valószínűleg ne a buliban jön. Szóval ez az autómat, amit már alapvetően itt kinéztünk, nagyon kis szépen néz ki, minél 3 órát csináltunk vele fotókat. Én még, mivel én dobtam be a pénzt, még vissza se jutottam a helyemre, mikor jött az elsőt. Szóra is megilletődött. Utána itt már, ez még itt a legjobb. Itt én bealszom, ez csak úgy van, Zóra napszemcsiben is itt is. Nagyon jó. Szóval ittunk egy kávét, feltöltöttünk, kicsit pihentünk, már túl vagyunk egy nagy esőn is, és most itt vagyunk a Brandenburger tornál, innen fogunk tovább menni még a holokauszt emlékművet megnézni, amit még egyikünk sem látott, és most éppen Zórával és Esztivel vagyok egyébként, az utóbbi pár helyet így hárman néztük meg, mert szintén a többieket kicsit más dolgok érdekeltek, meg ugye, mint mondtam, még már voltak itt, és aztán utána újra megtaláljuk majd egymást velük is. Hát tegnap este már csak a kisboltban vettünk magunknak vacsit, és játszottunk, és itthon voltunk. És ja, így viszonylag korán ágyba is kerültünk. És ma pedig a nagyon izgalmas programunk, ami lesz, az nem más, mint egy divat bemutató. Ugyanis az About You hívott meg mindannyiunkat a Fashion Week-ére. Én másik showra regisztráltam, mint a többiek, mert amikor a szóval azokat a dátumokon, amikor regisztráltunk, akkor ezeken volt hely. Ennyi a lényeg. Szóval én Léni Klumnak, Heidi Klum lányának a divat bemutatójára fogok menni, ami őszintén nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, ugyanis ő neki nincsen ruhamárkája, vagy eddig nem tudtam róla, hogy lenne. Az About You sem tűnik fel a neve semmilyen szempontból, úgyhogy lehet, hogy valamilyen új kollekcióval debutál, vagy nem tudom, hogy mi lesz pontosan, de a lényeg az, hogy neki a showra el fogok menni. És ez a show egyébként délre kell oda menni, és egykor fog elkezdődni, a többieké pedig majd este 8-kor, úgyhogy a kettő között értelemszerűen együtt töltjük a napot. És egészen tegnapig azt hittem, hogy egyedül kell majd mennem, végül Tamara mondta, hogy ő is ugyanarra fog jönni, mint én, úgyhogy tök jó, mert így még a többiek itt elkészülődnek, mi lefotózzuk a szetteket még mindenkinek, mert az is az együttműködés része, hogy ugye jelen vagyunk, közvetítünk a showról, Instagramon keresztül, és a ruhákat, amiket összevágattunk, azok szintén az About You-ról vannak rajtunk, és ezután pedig egy kávézóban fogunk akkor találkozni Tamarával ismét, és akkor mi onnan ketten leválunk és megyünk tovább, úgyhogy nagyon izgalmas napunk lesz.
Na ismét a lányokkal vagyok, mint láttátok, egy pikniken megtaláltam őket. Egyébként éppen most egy múzeumban megyünk be, úgyhogy majd utána beszámolok mindenről. Na szóval, amit eddig láttatok, hát a show az igazából eléggé rövid volt, és egy ilyen 6 perc alatt végigmentek a kifutón a lányok, és nagyon jó volt ismét egy olyan rendezvényen lenni, ahol mindenki egy kicsit úgy kiöltözött, meg ismeretlen volt, nem tudom, nagyon jól meg volt csinálva egyébként az egész, maga a helyszín nagyon tetszett, és volt vegán kaja is, úgyhogy ettem egy vegán bagelt, meg megittunk egy italt, találkoztunk ott még Blankával és egy barátnőivel, úgyhogy velük igazából elbeszélgettük a show után az időt. És most pedig mi már Annával is, Esztivel indulunk hazafele, miközben a többiek ugye mennek vissza az ő általuk választott showra, úgyhogy itt most megint szétváltunk. Na, elhoztunk vacsira a közeli étteremből egy kaját, ez vegán főleves, amire Eszti már önt is rá a levet. Én még sosem ettem főt egyébként, itt mindenki most elcsodálkozott ezen, úgyhogy ilyen kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Na hát egy újabb napunk vette kezdetét, amit nagyon-nagyon későn kezdtünk el, ugyanis az volt a mai szabály, hogy senki nem állít ébresztőt, úgyhogy kipihentük magunkat, elmentünk reggel bevásárolni, és akkor otthon reggeliztünk, közben kicsit filmeztünk, úgyhogy ma nagyon-nagyon chilles. Igazából olyan, mintha ma lenne vasárnap, pedig hétfő van, szóval ma nagyon chillesen kezdtük ezt a napot. És alapvetően amúgy nincs is sok dolog betervezve mára. Különböző helyeket néztünk ki, ahol főként sétálgatni szeretnénk. És hát a hugomnak ma van a születésnapja, tegnap erre is kocintottunk a bárban, ahol iszogattunk. Szóval van egy dolog, amit én kikerestem neki még korábban, egy hely, ahol akarom vinni, és ahol kicsit még úgy ünnepelgethetnénk őt, de alapvetően meglátjuk, hogy alakul a nap. Úgyhogy igen, hol le fogunk hazamenni egyébként, hogy ez az utolsó előtti. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow. And the late summer. Na íme a napszemüveg, amit választottam. Vagyis amit megvettem. Szerintem nagyon jól néz ki, és nekem nincsen egyáltalán semmilyen basic, fekete, kicsit nagyobb szemcsés, vagy mi az, lencsés. Szóval egyáltalán nincsen ilyen nagyobb lencsés szemüvegem, úgyhogy nagyon tetszik. Since I was a little child, every year for as long as... Szóval itt vagyunk a múzeum Inzelen, és mivel hétfő van, ezért amúgy nincsen nagyon itt semmilyen múzeum, de alapvetően az volt a cél, hogy csak sétálgassunk így a friss levegőn, maszk nélkül,
és folytatjuk a szokásos fotósútokat. Igen. Jött az utolsó napunk itt Berlinben, éppen kávézni fogunk ismét rányokkal azon a helyen, ahol tegnap is kávéztunk. És hát a mai napra már csak annyi tervünk van, hogy lerakjuk valahova egy ilyen megőrzőbe a bőröndöket, aztán még megnézzük a berlini galériát, bruncholunk valamit, és megyünk is a reptérre. Egyébként este felemegy a gépünk, de értelemszerűen ki akarunk érni időben, meg nem akarunk semmivel sem elcsúszni, úgyhogy tartsatok velünk. Szóval itt vagyunk az Alexanderplatzon, és a bőröndöket meg a csomagjainkat betettük ilyen kis lakerekbe, és ezután akkor most itt szabadon fogunk tudni mindenféle cipekedés nélkül mozogni még a városban. Bejöttünk egy random kis könyvesboltba itt körbenézni, és képzeljétek el, találtam egy könyvet, ami Grenadából a Parque de la Ciencia szolgatudományok kertjéből vagy parkjáról szól. És meg akartam mutatni, képzeljétek, ez volt az a terem, ahol az első napomon összegyűltünk az összes diákkal, és itt nyitották meg az évet. Visszaértünk az Alexanderplatzhoz, az utcainkért, és a kis reggelink után, tehát bruncsunk után még egy kicsit sétálgattunk a környéken, benéztünk egy galériába, illetve egy-két üzletbe, de ez már csak így az időnek az utolsó kis eltöltése volt, úgyhogy most fogjuk az utcainkat, kimegyünk a reptérre kicsikét korábban, ott bepihenünk. Hát most már nem sok izgalmas lesz, de azért még megnézzük.